Szögezzük le itt rögtön az elején, hogy a tisztesség, a becsület és a méltóság itt, a sötétség pedig oda át van. Úgy látszik, hogy sorsszerű, hogy mi kommunistákból és liberálisokból és menetrend szerint mindig a legalját, a legrosszabbakat fogjuk ki. És az is minden kétséget kizáró módon kijelenthető, hogy vörös rágcsálóból a legritkább esetben sem lesz fehér ló. Még annyit fűznék ehhez hozzá egy gyenge bevezetőként, hogy az odát található jelenségeknek egy részének meg kellene tanulni, írni és olvasni, a másik felének pedig a leírt és elolvasott szöveget meg kellene tanulni, helyesen értelmezni. Kedves barátaim, nem valamiféle magamra erőltetett vagy kötelező udvariasság, hanem a legteljesebb őszinteség mondatja velem, hogy rendkívül hálás vagyok a teremtőnek és a rendezvény szervezőinek is, hogy megoszthatok veletek, önökkel néhány gondolatot Horthy Miklós dicsőséges bevonulásának napra pontosan 100. évfordulóján. Érzem azt ismételten a mögöttem tüntetgetőknek, hogy már csak azért is szégyeljék magukat, mert az ő szellemi elődeik 100 évvel ezelőtt lehet, hogy román katonai egyenruhában harcoltak, és akkor is megragadtak minden alkalmat, és töretlen hagyományaikat követve most is megragadnak minden alkalmat. Vagy nem hagynak ki egyetlen alkalmat sem, ha magyar nemzetre kell rontani, és nem mennek a szomszédba soha egy jó kis hazárulásért sem. És így jön az az összehasonlítás, amit a beszédem elején ígértem, az elmúlt 70 vagy akár csak az elmúlt 30 év állami vezetői teljesítményével, hozzáállásával, mentalitásával vessük össze a következőket, vagy vonjunk párhuzamot. Hát először is a kormányzó úr nem elherdálta, hanem gyarapította a nemzeti vagyont. Ugyanis 1929-ben a költségvetési többlet 10%-kal volt több, mint az utolsó békeévben. Megsüvegelnénk ezt a teljesítményt bizony most is. Aztán a kormányzó úr ellentétben az elmúlt 70 és az elmúlt 30 év állami vezetőivel nem a kisembert nyúzta, hanem mai modern kifejezéssel élve az oligarchákat. Ugyanis úgy alakították át az 1920-as években a nemzetgazdaság szerkezetét, hogy ennek a költségei döntő részben az első világháború hadiszállításain meggazdagodott spekulánsokkal fizettették ki, nem pedig az alsó, illetőleg középső társadalmi rétegekkel. És azt már csak zárójelben jegyzem meg, hogy 2 millió embernek, 2 millió magyar embernek adott földet a nagyatádi Szabó István féle földreform révén. Ezt sok mindennek nevezhetjük, de szélsőséges politikának biztos nem. Mint ahogy, és akkor nem menjünk 70 vagy 30 év távlatába, hanem csak nézzük meg az elmúlt bő másfél évtized eseményeit. Horthy Miklós nem sok száz lóerős személygépjárművel testőrök gyűrűjében menekült el akkor, amikor az övéit lőtték, hanem egy lóerővel, egy fehér lovon bevonult ebbe a városba. És nagyon helyesen, 1919. november 16-án a román katonák nagyon helyesen ismerték fel, hogy ezúttal nem védtelen, fegyvertelen székely nénikkel és székely bácsikkal állnak szemben, hanem Horthy Miklós nemzeti hadseregével, és nagyon helyesen ismerték fel azt is, hogy most bajba kerülhetnek, hiszen most nem egy katonatemetőt kell hátulról megtámadniuk. Aztán Horthy Miklós bizony nem a saját népét lövette békeidőben. Fegyvereit, a rendelkezésére álló hadieszközöket mindig az ellenségre szegezte háborús körülmények között. Ez is egy óriási különbség, ha csak az elmúlt másfél évtized eseményeit vesszük alapul. S végül, de nem utolsó sorban, a kormányzó úr nem gondolta, hogy ő mindenható lenne. Nem szenvedett Cezaromániában. Nem gondolta, hogy ő mindenhez ért, hogy ő a legokosabb. Nem gondolta, hogy ő politikai polihisztor lenne. Ő mindig is a lelke mélyén inkább parancsnoknak, mint sem politikusnak tekintette magát. Kiváló érzékkel választotta ki
azokat a politikusokat, akik valóban rendelkeztek némi tehetséggel, és hagyta is őket felépülni, hagyta is őket megerősödni. Nem szenvedett olyan önképzavarban, hogy mindig mindent neki kell megmondania, és mindig mindent neki kell eldöntenie. Hát kérem szépen, félkarunkat adnánk, ha csak a felsorultak közül akár egynek, egy paraméternek, vagy egy jellemzőnek megfelelne bárki az állami vezetők közül az elmúlt 30 évből, vagy akár csak az elmúlt másfél évtizedből. És ezek alapján nagyon büszkén, egyenes derékkal, egyenes gerinccel jöhetünk el minden alkalommal, minden évben az ilyen és ehhez hasonló megemlékezésekre. De ugyanakkor azt a Horthy alapigazságot is tegyük magunkévá, hiszen ő sportemberként soha nem becsült le senkit és semmit. Tudta jól, hogy sem a sportban, sem a politikában nem szabad lebecsülni az ellenfeleket. És ez a gondolat különösen aktuális az egy hónappal ezelőtti önkormányzati választások eredményeinek ismeretében. Aki alábecsüli az ellenfelét, aki egy pillanatra szabadon hagyja az állát, az kaphat egy olyan balegyenest is akár, hogy rögtön padlóra kerül. És amíg ez csak egy párt problémája, addig mondhatjuk, hogy küzdjenek meg vele ők. Csak ez a játék szót idézőjelbe téve, egy nemzet, egy főváros és egy nemzet bőrére megy. Vigyázzunk tehát a fővárosra, a magyarok fővárosára, a nemzet fővárosára. Vigyázzunk az országra, vigyázzunk a hazánkra, hiszen az életünkből és a hazánkból csak egy van. Becsüljük meg, óvjuk és védjük, hiszen ez a mi hazánk.